A filmben részletek láthatók egy orvosi dokumentumfilmből és a helyszínen rögzített biztonsági kamerás felvételekből. 2013. október 12-e. Miahu orvostanhallgató a Virginia állambeli Exumába utazik dokumentumfilmes tábjával, hogy találkozzon Debra Logan Alzheimeres beteggel és lányával Sarahval. Bírni fogod őket? Oh, milyen szép ház, ugye? Hello! Ő a lány. Ahová parkoljak? Ide, ide! Jaj, nem számít! Szia! Sarah vagyok. Hello, Mia Sarah. Vagyok. Korábban beszéltünk telefonon. Inkább megörülök. Örülök, okay, hogy itt vagytok. Hello! Hello! Ő itt Gavin. Hello! Jól leszek így? Remélem elég csinos. Tökéletes. Bocsánat. De tényleg, akarod, hogy máshogy öltözzek? Nem, csak légy önmagad. Okay. Rájuk pedig ne is figyelj. Ó, tényleg? Igen, észrevétleneknek kellene lenni. Köszönöm, már megszokták. Anya néha elég goromba, de nevet komolyan. Oké. Okay. Örül, hogy itt vagytok, annyit takarítok, mintha az elnök jönne hozzá vendégségbe. Anya! Az előbb itt volt. Megkapjuk a pénzt, ugye? Mert persze, az átaszórólapon is számítunk is rá. Jár a riportért. A rohanok részben a kezelés költségeibe is beszáll majd. Ó, hát én imádom őket. Igen, de csak ha jó az anyag. Hogyne. Kérem, köszönöm. Értem. Hízelgés? Mosoly? Érted? Persze, bocsánat. Hisz már tudjátok. Anya! Így volt, ahogy mondod. Jó napot! Ó, Harris is vele van. Üdv, jó ég! Itt vannak azok igen, a létek. A stáb, akikről beszéltem. Nagyon örülök. Aha. Tudod, az interjú miatt. Emlékszel, anya? Filmet akarnak forgatni rólam. Igen, jól mondom, szeretnénk. Te mit szólsz hozzá, Harris? Szerintem remek ötlet. Tényleg? Nos, meglátjuk. Ez az ügyes vagy. Jaj, bocsánat, tudom, hogy rossz házigazda vagyok, igen. Tessék, ezt rád bízom. Én pedig elrakom ezeket a szerszámokat. Jól van. Szóval, hogy minden a helyén legyen. Persze, legközelebb. Nyilván. Szóval csak azért érdekel a filmjük, mert valójában ismeretterjesztőnek készül. Ez érdekes. Azt nem szeretném, ha kihasználnának. Velem soha ne vicceljen senki. Nem, Mrs. Logan, mi nem azért jöttünk, hogy kihasználjuk. Tudja, az én nagyapám is ebben szenvedett. Szóval nem csak a jegyét csinálom. Sajnálom. Igen. Nos, én nagyon zárkozott ember vagyok. És én meggondoltam magam. Szóval azt hiszem, jobb lenne, ha máshoz mennének. Sajnálom. Tudom, hogy sokat utaztak, de én nem hiszem, hogy én vagyok a maguk embere. Szóval... Egy pillanat. Anya! Mi a francot domáltál a nagyapádról? Azt hittem éppen Új-Zélandon nyaralnak. Csak ösztökélni akartam egy kicsit. Ha meg akarod tartani a házat, hozz áldozatot. Te beszélsz nekem áldozatról. Igen, én. Meggondoltam magam. Sajnálom. Tessék, perejbe, visszavonom az ígéretemet, és nem vállalom a forgatást. Azt mondtad, hogy semmi pénzük. Elmaradt a részletekkel, de nem adja el a házat. Szóval Sarah nehéz helyzetben van. Ezt nem érted. Én mindent megteszek, de... Ne sírj, Sarah, minden rendben lesz. Minden rendben jön majd. Nem. Kell a pénz, anya. A segítség. Neked kell. Viselkedjetek rendesen, oké? Okay? Ő egy régi vágású idős volt, persze, szóval persze. Nem akarom. Világos, 1913. Tudjátok, hány ilyen volt? Hello! Szerem, minden rendben? Örülök, hogy itt vagytok. Hello! Itt volnál. Jó napot! Nem is sejtettem, hogy már is idejöttök. Igen, én sem. Igen, mindent fel akarunk venni. Mostanában főleg itt festek, mert szóval anya, már nem tartunk vacsorákat. Művész. Ó, nem, ez csak egy hobbi. Én nem vagyok azért csodálatos művész, de... régen tudtam a madár nevét. Szerintem csak hasonlít a kék farkú pincsre. Igen, maga ismeri a madarakat? Jaj, ne, ne.
Nos, talán valóban az. Nem emlékszem, szóval tényleg. Ó, az bajor kristály? Igen, annál is jobb, igen. Szerintem jobb, de nem. Persze, mert nem nagyon fogjuk, nem jólunk hozzá semmihez. Te kíváncsi alak vagy, ugye? Mindent meg akarsz fogdosni. Van ebben a városban Starbucks? Ó, nincs, Starbucks, nincs. Starbucks, haver, most tényleg? Ez Sara szobája, nyugodtan nézzenek be. Ez volt a gyerekkori szobája. Imádta az autókat, és semmihez sem nyúltunk a gyerekkora óta. Nekem tetszik, hogy így van. És igen, szeretett baseballozni. Engem sosem engedett be ide. Látom, megvan a szobájuk. Hogy ez a miénk? Ott egy felfújható matrac. Sajnálom, hogy ennyire... Ja, igen, a felfújható, igen. Vagy egyszerű, de azt hiszem, hogy... Jó, persze. Jó, látom, nincs három matrac. Nem, maga egy másik szobában alszik. Itt nem begyülünk senkivel. A fiúk itt lesznek, és zárjuk az autót. Igen? Köszönjük a szíves látást. Hálásak vagyunk. Remek lesz majd, ugye? Még szép. Rendben van. Ez Edna nénikém... Ez bámulatos. Mi is? Hálóbútora. Vigyázz, Arár, vigyázz, drágám. Az... Tudom. Ó, nem, annak itt van a helye. Nem, itt volt. Jártak Németországban? Nem, nem voltam. És mindig is őszintén Anya, bántam. Anya, te voltál ott. Emlékszel? Nos, biztosan... Emlékszel? Ó, biztosan nagyon régen volt. Ez igaz, de jártál ott és tetszett. Emlékszel? Egy Alzheimeres története sosem egy emberről szól. A doktori disszertációm hipotézise, hogy ez az alattomos betegség nem kizárólag a beteget teszi tönkre, de a közeli gondozóra is élettani hatással van. Az Alzheimer-kor akkor alakul ki, ha abnormális fehérje töredékek gyűlnek fel a hippokampuszban, elpusztítva a neuronokat. A betegség innen az agy előső része felé halad, és megtámadja a logikus gondolkodásért és probléma megoldásért felelős neuronokat. Majd az érzékelésért felelős területet veszi célba, szörnyű hallucinációkat okozva. Végül kitörli a beteg legkorábbi, legkedvesebb emlékeit. A végstádiumban a betegség a szív és légzés irányításáért felelős területet pusztítja el. Ezt vedd le, annyira... Ha? Nagyon katonás. Mit gondoltok? Inkább igen. Nem ért egyet velem? Hiszen mindig annyira csinos. Ez nem fontos, oké, jó. Tessék, köszönöm, ennyi. Sokkal jobb. Örülsz? Nagyon örülök, igen. Nagyszerű. Apád inge van rajtad. Azt hiszem, lehet majd egy rossz pillanatom. Igen, mondjuk pirítost készítek. Elkészül, és akkor újra megint a pirítóba teszem, vagy ilyesmi. Kétszer pirul. Többször dolog... megesett, hogy a tűzhelyet égve hagyta. A biztosító fényképei 2010. december 11-e. Rémisztő volt. Ő a tűzhelyen hagyta az edényt, amíg el nem olvadt egészen az üvegfedőig. Igen, lehet, hogy öröklődik. Az már egy jel volt. Tudod? Csak azt mondom, ami gyanús volt. Mi a jelekről kérdezett? Nekem ez az. Értem. Az egy jel volt. Debra enyhe kognitív zavarjeleit mutatta. Számos vizsgálat során Dr. Annalisa Nazir, Debra neurológusa. Megállapítani, hogy az Alzheimer korai szakaszában járt. És hogy fogadta a hírt? Nyilván rettenetes dolog. Bárkinek az, de Debra nem olyan, aki egy könnyen feladja. A férje 1965. június 15-e Debra esküvője. Debra kénytelen volt egyedül nevelni az akkor 2 éves Sarát. Jelzálogot vett fel a házukra. 1976 ősze. Exuma városában. A szakemberek akkoriban így kapták meg az üzeneteket, és gondoltam, biztosan szükségük lehet egy profi és megbízható telefonközpontra. Így volt. Mindenki azt mondta, hogy elment az esze. Igen, de még mennyire. Egyedül voltam egy kislánnyal. Ha anyának valaki azt mondja, ne csináljon valamit, biztos lehet benne, hogy megcsinálja. Nézd, én voltam a város központja. Igen. Orvosok, ügyvédek, a városházán mindenki. 3 martinis ebédek, és viszonyok, és udvarlók, és alkoholisták. Mindenkinek meg kellett őriznem a titkát. Nem kellett volna, hát, így döntöttél. Nos, igen, vagy nem dolgozhattam volna nekik. Nem ment volna az üzlet, tudod? Ahogy telik az idő, világossá válik, hogy egy Alzheimeres számára nem létezik könnyű feladat. $27.96. 27, egy pillanat már is. Rendben, a szentek 90, megvannak. Jól már csak $27. Ó, igen, hogy ne. A napi teendők ellátása nehéz feladattá válik, a rendszerben gondolkodás pedig sérül. Nem sült át teljesen, szóval ezeket most ide teszem. Köszönjük. Jó íze van, elég édes? Igen,
nagyon és finom. Érzi benne a vaníliát? Az a titok. Küzdő szellem. És a szomszéd és gyerekkori barát. Kedves, nagy lelkű, de hogyan küzdjön le valamit, amit nem lát és ismer? Foglalkozom kirakósokkal, keresztrejtvényt fejtek, súlyt emelek, szóval mindent megteszek, amiről azt olvastam, segít elkerülni a betegség hatását. Elkerülni? Gyógyszer nincs. Ezért, ha éppen végzem a dolgom, és az elmém hirtelen máshová távozik, elmondani sem tudom, milyen rossz érzés. Debbie a kertben. Közelítés. Lassan. Mit csinál? Louis, a vágáson kellene dolgoznod. Miért lazsálsz? Én csak vágóképeket veszek fel. Nem éhes? Ebédeljünk. Mi a? Ebéd? Ilyenkor csendben kell maradni? Vehetek levegőt? Egyáltalán nem számít, mert a vérnyomásod, mármint... Mi az? Tudod, hogy a stressz a valódi gyilkos? Ne aggódj, én úgy tervezem, inkább Majsugorban fogok meghalni, oké? Okay? Ugye? Nos, aha. Ahogy neked a legjobb. Hey, én kinyírlak, te rohadék! Nyugi, tegye le a kést! Elintézlek, most véged! Nyugalom! Én nem loptam el semmit. Anya, anya, ne! Én segítek neked! Tegye már le! Anya, tegye le! Anya, hogy tudod vissza? Anya, hol van az ássó? Kérlek szépen! De igen! Anya! Gyere vissza! Szemétől vagy! Anya, nem sem húltam az ássójához! Már be, ne csináld ezt, anya! Csinálj már! Anya, ne csináld ezt! Kérlek, fejezd el az ássó! Most kell! Kérlek szépen! Jézusom! Anya, kérlek fejezd be, segítünk megkeresni az ásót, csak nyugodj meg, anya, hallod? Nincs semmi baj, már be, hogy megnyugtasd le. Kérlek, segít az Istenét! Hol van? Segítünk, igen. Szétnézek fent is. Komolyan, kurva késkobált az orrom előtt. És nem vagyok jól. Kurva messze állok tőle. Bocsánat, én nem, de fáj a hátam. Tessék itt a kulcs, figyelj, nem tudom, érted? Louis, esküszöm, ha nem viszed ezt a képemből. Inkább keres te is. Én megnézem, hogy mi van vele, jó? Ó, persze. Azt a régi tudsz. Louis! Igen? Azaz. A fagyasztóban volt, csak is ott nem kereste. Anya! Anya, nézd, itt az ásó. Nem akarsz leülni, anya? Anya, nem szólsz hozzám? Kérlek, anya, kérlek. Anya, megijesztesz. Jézusom! Kérj segítséget! Valaki! Végeztünk néhány új vizsgálatot. Sikerült mindent kiértékelnünk, és úgy tűnik, a betegség már az agy más területeit is elérte a hipokampuszon kívül. A fehérje lerakódás szokatlanul erős az esetében. Nem tudom, hogy ez mit jelent. Ez is arra utal, hogy rossz jel. Most a másodvéleményekre várunk. Ez azt jelenti, hogy az anyja jelenleg már a betegség középső stádiumában jár. Azt mondta, 2-3, vagy annál is több éve van. Tudom, szóval én ezt nem értem. Hogy lehet ez? Agresszív betegség. Nyilván. Agresszívabb terápiát választok.
Máton nagyobb dózis donazepilt kap, ezen kívül hangulatstabilizátort. Megértette, amit mondtam? Elvennéd a táskát? Előre vagy hátra üljön? Előre ülök. Jó, előre. Én tényleg összetörtem. Nem is képzeltem, hogy bárkivel úgy beszéljek, ahogy nyilván magukkal beszéltem. Őszintén sajnálom. Semmi baj. Ó, nézzék a leveleket, nem gyönyörűek? Csodálatos ez az évszak. Miféle otthona? Van otthona? Milyen otthont akarsz? Olyat, ahogy csak beteszik egy ágyba, hogy a neonfények alatt heverjen egész nap, vizelet szagúan. Ott biztosan meghalt barátom. Olyan hely kell, ahol élhet. Ez itt egy olyan hely. És ő szereti. Ez a póló? Ó, mennyire gyűlölöm. Miért nem hordasz egy szép blúzt? Mert nincs blúzom. Én is örülök, hogy látlak, hiányoztál. Én is örülök, drágám. Jól, jaj, Harris, köszönöm a segítséget. Neked? Jobban? Jól van. Igen? Jól van. Mondtam, hogy ne gyere ide. Nem tudtam. Kérlek, könyörgök. Ne. Debra agya hasonló a telefonközponthoz, amivel évtizedekig megbízhatóan dolgozott. Menj innen. A hibás szinapszisai, mint a telefonkábelek, nagyon kirántódnak az ajzatukból, és szétesik a kapcsolat. Ahogy az emlékek egyesével elvesznek, úgy válik világossá, hogy az Alzheimer elől nincs menekvés. Muszáj szembenézni vele. Remélhetőleg méltósággal. Ne. Világos, hogy Sarah megtalálta a saját gyógyszerét. Nincs választásom. Nem könnyíti meg, nem akar segítséget, szóval... Jó, hétfőn jön a teherautó, szóval... Shelley a barátnőm, nem mondhattam igazat neki. Úgy tudta, csak néhány hónapra költözöm haza. Gyáva voltam bevallani neki. Gyertek, ígyatok valamit, jó? Már régen ittam utoljára rendesen ez. Jó, kellett. Tényleg? Igen, finom. Ez vicces. Miért? Mitől ilyen vicces? Furcsa. Csak... Aranyos. Igen, aranyos. Tudjátok, anya, 76-ban egy richmondi suliba küldött. Bent lakásosba. Tényleg? 10 évesen. Elkapott itt a garázs előtt. Volt itt egy ilyen kis beállunk a térre, és ott rejtőztem el a kis Annie Phelps-szel, és csókoloztunk. Akkor még nem volt komoly. Aztán anya olyan dühös lett, hogy vörös volt a feje. Rettentően kínos volt. Nagyon. Ez van. Az elbaszott gyerekkorokra. Igen. Ó, igen. Aztán Bernardin. Gyűlöltem az egyenruhát. Igen, sosem bírtam a lányruhákat. A szeplőtelen fogantatásba jártam. Ó, igen, egy rendes katolikus fiú. Deb imádni fog. Mi volt ez? Megyek, megnézem anyát. Oké. Mi? Deb? Deb? Sarah?
minden rendben? Menő a sötétben állni. Debra? Éjfélkor jut eszedbe művészkedni, ha? Jézus! Biztos benne, hogy járt itt valaki. Valaki van az udvaron. Hát, nincs ott senki, anya, csak az őz. Látod? Tele van a ház ezekkel a mozgó figurákkal. Igen, megint beszögeljük az ablakokat. Inkább nem utálom be. Oké, néztem a fenti mosdokban, de nincs az emeleten. Jó, én mindenhol kerestem, már ágyban volt, lefeküdtünk. Igen. Pisilni kellett, felkeltem, benéztem, igen. És nem volt én ott. Én szétnézek erre. Jól van, kösrácok, köszönöm. Erre. Deb! Anya! Anya! Anya, most nem viccelek! Gyere elő! Te tanulsz. Figyelj, Sarah! Basszus! Deb! Deb, mi a fenét művel? Anya! Pontosan! Anya! Ne ér hozzá! Ne ér hozzá! Jól van! Jól van, anya! Jól van! Jézusom! Jézusom! Anya, kérlek! Vissza, 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 vissza! Ne menj közel! Istenem! Jól. Jól van, anya! Jól van! Jól van, Deb! Csak szóljon, ha túl meleg a víz! Milyen? Jó így? Ez... így jó lesz? Tudja, jól megijesztett minket a kis éjszakai kerti munkával. Emlékszik rá? Még nem is dereng? Semmi baj. A lányom nem szereti a manikűrt. Sarah? Értem. És sosem pucol körmet. Hát, ne féljen, a magáé tiszták lesznek. Hamarosan újra ragyognak majd. Oké, okay, szóval letöltöttem a felvételt a Debra kis éjszakai kerti munkája előtti. Értem. 258 körül, ugye? Igen. Na, ezt látnotok kell. Mit csinál ott? Várj egy kicsit. Talán alszik? Igen, alszik. Jó, korábban is láttuk alva járni. Paf! Mi ez? Hé, satánkod? Nincs szünet a felvételben. Fellépett az egyik széken, fogott egyet, és úgy... Egy széket, baszki? Csak azt nincs mondom... Nincs szék a felvételben. Látsz te itt széket? Látod, ez a furcsa, nincs ugrás az időben. Látod, végig folyamatos. Igen, nincs szünet. Na jó, de ez lehetetlen. Ugye? Hát... Ez most nem normális, ez már nem normális. Nevezzük bárminek, éberállomnak, alvajárásnak. Olyat már láttam korábban, ez most más. Nazir azt mondja, emel az adagján. Aztán majd segít. Nekem fogalmam sincs, de remélem. Nagyon remélem. Ott van Harris. Miért nem hagyjon nyugton kicsit a kamerában? Hadd pihenjen kicsit. Igen? Igen. De kell a pénz, nem tudom. Talán. Ebbe tönkre fog menni. Ezért ne aggódj, Sarah. Majd rendbe hozom, oké? Okay? Menj csak be. Vele törődj. Köszönöm szépen. Hálás vagyok. Semmiség dráma.
Felmásztál a tűzhelyre! Bajod esetett volna, vagy megint felgyújtasz valamit, ja, nem emlékszel? Nem, ugyan felmásztam a tűzhelyre, nagy dolog. De itt maradok, nem megyek el, semmiféle... Hallgass ide, nézd a kezed, nézd a nyakad, kárt teszel magadban, ne, tudsz róla? Figyelj, menj vissza Richmondba. Tudom, hogy már hiányzik a barátnőd. Menj, semmi gond, én meg leszek itt. Ez hogy hangzik? Jó lesz, remek. Nyugodtan. Nyugalom. Felteszek magára egy mikrofont. Rendben? Lavaliernek nevezik, csak muszáj feltennem, szóval... mehet? Nagyon jó. Nagyon szép blues. Nagyon szép. Látszik a kábel a képen? Elrejtem pillanat. Ez egy jó is lesz. Oké. Hogy érzi magát? Nos, kissé szokatlanul voltam, de... Már nem. Most minden... Éppen jó. De van egy felvétel, amit látnia kell. Hát ez meg ki? Én vagyok? De mit csinálok? Hát ez rémes. De miért nem szóltak rám? Mi megpróbáltuk, de nem volt magánál. Szóval halucinált. Anya, nagyon ijesztő volt, tudod? A földet túrtad az ásoddal, megállás nélkül, csak ástad a lyukakat. Ezt csináltad, tudod? Amikor behoztunk, zokogtál, anya! Jézusom. Anya. Sajnálom. Anya. Sajnálom. Anya, azt mondtad, ne vegyem fel a telefont, mert ő keres majd. Ezt mondtad. Kérlek, beszélj. Sara, szerintem álljunk le. Anya! Luis! Anya! A kamera! Luis! Elég volt! Ne csinálj! Ne! Anya! Istenem! Anya! Anya! Jól vagy, Gavin? Én igen, de ő jól van. Sara! Semmi baj. Igen. Sara! Igen, Sara. Itt vagyok, anya. Most pedig egy csípést érez majd, és égetni fog. Fontos, hogy ne mozogjon, ha érzi a csípést. Rendben? Uh-huh. Akkor mehet. Oké, jól van, már el is kezdtük. Jól van? Jól van. Nem mozog, nem mozog, nem mozog. Ez az, nagyon jó. Igen. Nyugalom, nem mozogjon. Nem mozog, nem mozog, nem mozog. Jól van. A következő hetekben az orvosok többször megvizsgálták Debrát, hogy magyarázatot adhassanak a hirtelen változásokra. A fájdalmas beavatkozások ellenére a vizsgálatok csak még több kérdést vetettek fel. Agresszív fertőzés támad Debrára, megmagyarázhatatlan, pikkelyes bőrelváltozást okozva. Volt a közelében valami nehéz fém? Hát kertészkedik, tudja, de nem... De nincs mérges szőmőcinkú mérgező. Használnak növényvédőt? Rakja ki a T betű, a betű szárát fehér elemekből. Rendben, Deb? Van időnk. Csak nem látni megy. Szeretném, ahogy sikerül. Kérem, igen. Csak próbálja meg. Menni fog? Én próbáltam. Igen? Jó, akkor most kérem, Deb, Deb, ne csinálja, Deb! Deb, Deb, ne! Küldjen egy ápoló, gyorsan! Debra, kérem! Kérem! Először úgy gondoltuk, kontaktbőrgyulladás, vagy a kezelésre adott allergiás reakció. Mert az a jelenség nem szokott együtt járni az Alzheimerrel. Ezzel együtt, mikor az immunrendszer meggyengül, megjelenhetnek fertőzések. Épp ezért bevonunk néhány richmondi szakorvost. Ki már itt van? Igen. Kitette a vészvillogót.
Hello! Sarah! Hello! Figyelj, halljátok! Mi volt ez? Debra az. Mi van itt? Csak menjünk, be, menjünk, menj már! A lábát! A lábát! Csak finoman! Hello! Csak finoman! Ne! Nyugodok, nyugodok, segítek, tartsátok! Ott van, ott van, látom, tartsátok, megvan! Ez az, megvan! Istenem! Óvatosan, mondom, hogy finoman, finoman! Mi az Isten, menjünk, Louis! Lenyelte azokat az izéket. Tudsz adni egy ollót? Nem értem, hogy miért kell ezt csinálniuk. Azért, mert megeszed őket. Én nem. Ugye? Ez butaság. Jó van. Oh. Fúj. Hello, Louis. Tudom, hogy nem szabadna a cuccodhoz nyúlnom, de mit csinálsz most? Áspisokkal szórakozol, vagy kígyókkal, vagy minek nevezed manapság. Én fogom Bonnie néni keresztjét, és most kiteszem az ablakba. Úgy bizony. Hello. Kiérezted a meleg. De... Az ablak zárva volt, és nézd meg! Valaki kinyitotta, Mia! Igen, látom, nyitva van. Mi az? Akármi lehetett, nem? Húzat, akármi. Ha féltek egy idős nőtől, aki megbolondult, akkor menjetek el! Én dupla pénzt kérek. Kifizeted, basszus, hogy lelépek. Már itt sem vagyok. Oh, nem már. Jó. Jól van, jól van! Ha ő megkapja, akkor én is. Jól van, akkor szép álmokat, anya. Hangos. Hé. Szépet álmodtam. Francba, mi ez az öregem? Ne. Annyi az áramnak, öcsém. Ez nem a telefon. Ez
Megoldom, csak anya régi telefonközpontja. Évek óta nem működik. Jól vagytok? Istenem. Jól vagytok? Egy pillanat, csak megnézem anyát. Jól van, de most hová mész? Nem tudom, Mia. Lemegyek és kenek egy szendvicset. A francba. Anya nincs a szobájában! Anya! De! Anya! Gondoljátok, hogy talán ő kapcsolta be a... Anya! Nem tudom. Anya! A francba. Hé! Baszki! Mi a picsa? Mi az? Mi? Baszki! Mi ez? Mi ez a hang? Mi az a sistergés? Mint a kaparáznának. Halljátok, mi ez? Szerintem onnan jön. Jézusom, mi lehet? Nem tudom. Szerinted ott van. Ne! Mi lehet ez? Csak... A francba. Lassan, 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 lassan. Jó ég! Mit látsz? Mit látsz? Mi az? Van ott valami? Nem semmi. Istenem, Sarah! Anya! Soha nincs nyitva. Menj előre. Te menj előre. Mi? Menj. Menj. Gyerünk, menj. Én menj. Menjek előre? Igen, menj előre. Jó, jó. Megyek már. Megyek. Baszki, 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 baszki. Oké, oké. Oké, francba. Atya, ez a szag. Baszki, ez nem tetszik. Ez nagyon nem tetszik. Srácok, srácok. Mi az? Jézus Isten. Mi a szar? Ne már! Jézusom! Ne. Vigyázz, Sarah, lassan! Nyugi. Jól van. Sarah! Segíts! Segíts! Anya, kérlek, anya! Jézusom! Valaki hívja Dr. Nazir, hívjátok fel Dr. Nazir! Jól van, semmi van, jól van. Jól van, nyugodj. Jól van. Anya, anya, semmi baj, anya, nyugi. Hogy? Jól van. Semmi baj. Jól van. Semmi baj. Lélegezzem. Semmi baj. A pupillái tágulnak. Ez jó. Hozok neki vizet. Rendben. Le kell lassítanunk a légzését. Jól van. Csak jól van. Jól van. Tudom. Tudom, anya. Lélegezz, jó? Lélegezzünk. Az élet jelei jók. Az agyam működik. Minden motoros funkciója működik, az összes. De pihenésre van szüksége. Jó, rendben. Ez egy gyorsan ható nyugtató. Látja? Igen. Biztonságos. Értem. Ha le kellene kötözni. A 337 volt. Ez itt? Igen, ez. Kérdezze róla, mondja neki a számot. Emlékezni próbál valamire, segítsen eszébe juttatni. Főleg egy olyan ember, mint ő, aki makacs és határozott. Mm. Nem fogja elfelejteni. És ha megteszem, hogyha segítek neki eszébe juttatni a dolgot, akkor végre békére lel. Emlékszel, megkértél, hogy különítsem el a telefonközpont hangsúlyát. Igen. Na, igen. Szóval megpróbáltam, és a fejkamera rögzítette, csak sajnos rossz minőségben. A végén zagyvaság hallatszott. Emlékeztek a fura szövegre? Jó, oké. Na jó, szóval, a lényeget. Na, moduláltam a szöveget. Sosem hallottam még ilyen akusztikai jellemzőket. Aha. Szóval mélyítettem, gyorsítottam, és
Lefordítottam az interneten. Halhatatlan kígyószavaddá teszi a gyermekedet. Légy te az ötödik. Ez meg ki? Légy te az ötödik. Franciául beszél, a kígyók hozzad rá valamit. Légy az ötödik, vagy ilyesmi. Anya nem tud franciául. Hallgassátok. Sajnálom, de ez francia. Nem, lehet, hogy találunk. Le is írtam, bassza meg. Nem érdekel, hogy beszél-e franciául, de én ilyet még soha nem hallottam. Biztos, hogy ez volt a felvételen? Igen, Mia, ez volt a... Kapcsold ki, kérlek, azonnal kapcsold ki! Nem, franciául beszélt Harris. A központ előtt ült és folyókról meg malmokról beszélt. Te tudod, hogy mire gondolt? Inkább felejtsd el, megteszed? Nem. Kihasználják, a saját céljukra használják őt. Az ilyen emberek mindezt teszik. Magad ha nagyon kell a pénz, akkor eladom a traktort, vagy a kocsimat, jó? Nem. Csak dobd ki őket. Küldd el őket, értetted? Dobd ki őket! Vagy én fogom. Értetted? Nézd, hallgass rám! Segíteni akarnak, és maradnak, érted? Fordítsd. Ez az. Oké, lassan. Megvan. Megvan. Egek, hány padlás van ebben a házban? Valahol itt vannak a régi kapcsolási jegyzékek. Oh. Ne, várj csak, várj. Bingo! Oh. Megvan. Tényleg van ott valami érzem is, mintha beragadt volna, valami feszíti. Nem tudom. És leghátul van. Oké. Ah. Igen, érzem. Várj. Vigyázz! Baszki, megvan. Igen, 1971-es és 72-es jegyzék. Jó, de nincsenek itt az ügyféladatok. Tényleg? Ez fura, de nagyon csak... pontos volt. Azt mondta, ezen itt nem lehetnek lyukak. 337-es dugó nincs adat. 336. Igen. Ez itt folytatódik, aztán... 338. És most? Na és most miért fontos ez? Az oldal, ami kell, épp hiányzik. Valaki kitépte. Szára, van itthon szénceruzád? Van. Igen? Talán a festményeknél. Hé, Mia, van egy not eszed? Egy lap is elég. Maradt egy kicsi benyomódás. Itt látszik. Ó. Odaillesztem. Ez az. Na, lássuk. Ó, igen. Nagyon jó. Hogy? Tényleg bevált. Ez egy igazi Scooby-Doo trükk, emberek. Ez az. 337. Te most viccelsz? Ez az, igen, jó vagy jó íz? Komolyan csak meg. Nagyon okos. Nem jutott eszembe. Az mi? Az egy D? D. Igen. D, J, A, R. DJ Redin. D, Jardin. Az meg ki? Helyi gyermekorvos, aki állítólag lányokat gyilkolt. A 70-es évek elején tűnt el. Kicsi voltam, de emlékszem, nem mehettünk ki. Az egész állam őt kereste. És Debbie soha nem beszélt róla. Nem, de mindenki ismerte. Ez eléggé... Készült róla dokumentumfilm, hogyha fura, hogy nem hallottatok. Igen. A sztoriról. Továbbra sem tartóztattak le senkit a szörnyű gyilkosság sorozat miatt, mely 2 éve tartja rettegésben Exuma Valley-t a 4 áldozattal. A 4 tini lányra a homlokukba sütött kígyó mintával találtak rá, egyes testrészeik eltűntek és csörgő kígyó méreg nyomokra találtak a vérükben. Bárki is legyen a gyilkos, nos, egy meghatározott Monacan áldozati szertartást elevenít fel a homlokba égetett önmagát felfalú kígyóval. Nem véletlenül választotta a Monacan bányákat helyszínül, hiszen a járatokat az őslakosok által szent helyként tisztelt barlangrendszer fölé vájták, mely közvetlenül a Vörös folyóba nyílik. A lányokat az első menstruációjuk idején áldozták fel, vérző virágoknak nevezték őket. A vérüket a démonnak ajánlották fel a halhatatlanságért cserébe. Az ügy iránti érdeklődés a helyi gyermekorvos eltűnésével lángolt fel újra. Henri Deyardin ismert, sokak által tisztelt ember, gyakran jótékonykodott. Egy hónappal az eltűnése után egy helyi újságkihordó kereste fel a helyi rendőrséget azzal, hogy fura szag árad egy házból. Soha nem éreztem még olyan bűzt, a fiúk öklendeztek. Aztán találtunk a kígyókra, mindenhol százával voltak, mindenféle. Óriás kígyók, csörgő kígyók, Monacan totemek, a rituálék leírásai. Henri Deyardin rendelkezett indítékkal, ugyanis haldoklott. Lou Gehrig betegség gyötörte, tudják, hogy leépíti a betegeket a kór, ugye?
A Monacán rituálé szerint 5 áldozat kell a halhatatlanság eléréséhez, az emberi testtől való megszabaduláshoz, de csak 4 áldozatot találtak. Tehát nem végezte el a szertartást. Talán meggondolta magát, nem tudom. A kiterjedt embervadászat ellenére, melybe a környező országokat is bevonták, a doktort nem látták többé. Tartózkodási helyéről csak mondák keringenek, azt mondják, Kanadába szökött, de lehet, hogy öngyilkos lett. Később majd eszem, de előtte akkor talán... Ott van, menj csak. Vigyáznom kell, hogy ne essen baja. Én megkérdezem tőle. Oké. Okay. Emlékszel te egy bizonyos... Henri de Jardinra? Ő volt itt a helyi gyermekorvos. Már régen, nagyon sok éve. Ez a név. Igen. Igen? Ismerős valahonnan a név. Na és ő is ügyfeled volt, vagy... Nem tudom. Azt hiszem... Tudod, csak mert eltűnt, már sok éve, 30 évet történt, szóval... De nem tűnt el, hanem halott. Ezt honnan tudod, anya? Megölték. Megölték? Anya! Anya! Szere, én vagyok, nem kell segítség? Maradj vele! Hívom a mentőket! Mi az? Mi történt? Maradj vele! Luis! Ez meg mi? Jézusom, te! Te jó Isten! A ne! Hangszínváltozás, testváltozás, mintha valaki más uralná testünket. Mind tudathasadásra utaló jelek. Elvégzünk egy tesztet. Na és a bőre? A labor negatív lett ichtiózisra. Értem. Még nem adjuk fel. Gilisztákat hány bassza meg? Az anyja kertészkedik, ugye? Az anyja. Azt mondta, le akarta nyelni nem a nem mondhatja komolyan. Nyilván kiment a kertbe és földet ásott fel. Bocsánat, uram! Uram, nem jöhet be! Mozgás! Mozgás, kérem, menjen ki, gyerünk! Ő a szomszédjük, Harris. Rajta, menjen ki, gyerünk, gyerünk! Nyilvánvaló, hogy ismerte. De Jardin az ügyfele volt. Most mi... Nem szórakozom. Miért csinálsz? Nazir mondta el. Franciául beszél, teljesen a megszállottja. Az alap az ügyfele volt. Picsa. Ó, tedd le. Szerintünk Harris titkol valamit. Talán, hogy védje Debet, de... Mi van, ha inkább magát akarja védeni? Azt mondta, bevitték az őrsre. Igen, kétszer. Nézd, találtam egy cikket. Szemtanúk látták Harris-t a Dejardin ház környékén és a gyilkosságok helyszínein. Bocs, de hülye vagyok. Mire célzol ezzel, ha? Miután Dejardin végleg eltűnt. Mia, nem áll. Mi van, ha Harris valamiért meg akarta menteni a lányokat, és megölte ezt a Dejardin dokit?
Nem, mi? Aztán Debra, aki a legjobb barátja, falaz neki, és ezt a titkot eltemeti a lehető legmélyebbre. Hogy csak egy betegség hozhatja elő. Oh, hagyd már! Itt azt írják, eltűnt. Egy szót sem írnak arról, hogy meghalt. Ez gyenge elmélet. Nem, nem, az szerintem gyenge. Inkább rendeljük vacsorát, jó? Köszönöm. Igen, fogd a telefont és keres egy helyet. Ahol saláta is van. Ó, oh, igen, kérek. Egy salátás helyett ebben a fejlődő nagyvárosban. Tutira találok egy rohadt salátapalotát. Ez mi volt ez? Mi volt ez? Tudom, ez kintről jött. Persze, hogy kintről jött, de mi a tökön volt? Basszus! Franzba, mi folyik itt? Gyertek el az ablaktól, tűnés az ablaktól! Mi? Jézusom, ott van kint, gyere, így lapuljatok! Most! Louis, gyere el az ablaktól! Harrisons! Hogy? Gyere, én nem tudom ki ez, de szétlövi az egész... Figyelj, Gary, Isten! Valaki van ott kint! Harris, mi az Isten csinálsz? Az az anyám kocsi, ott a szemét állat! Oké, nekem megvan a címe! Lövöldözés! Kikagy le! Puskával lövöldöz! Most mi legyen? Louis! Mi a címünk? Pine Hollow 51! Kapcsolj! Kapcsolj ki, Shepard! Vallom, tartott egy kis szénlövészetet. Én csak próbáltam, de a kocsi az utamba került. Mondja csak, mennyit ívott Harry? Nem sokat, csak egy pár sör. Hagyja ott azt a fegyvert, jó? Belőlem. Jöjjön, segít. Ha nem jött volna, akkor most biztosan elkapom. Mr. Shadow most a detoxikálóba kerül. Amint mondtam, nyugodtan tehetnek feljelentést. Mérget vehet rá, hogy fel fogom jelenteni. Gavin, majd kicseréltetem az ablakokat. Tudja... Jó, majd szóljanak, ha döntettek. Már pletykálnak a városban. Anyukát tartták magában? Igen. Segíthetek valamiben? Itt nagyon furcsa dolgok történnek. Nem költözöl ide? Segítene. Csak én vagyok itt, és... A stáb segít, hiszen ismersz. Na jó, nézd, ha beszélni akarsz, vagy bármi más, Sara... Rám számíthatsz. Louis, megmondtam, hogy vidd innen a kurva kamerát! Gavin, na jó, ne. Valaki nem, itt nincs miről beszélni. Én lelépek, itt sem vagyok. Mi? Csinálj már, öreg! Elkezdesz valamit, és a közepénél ki akarsz szállni. Ha az ablak miatt van, azt majd én... Nem az ablak miatt van, érted? Az csak a hab volt ezen a kurva szaros tortán, ja? És a telefonközpont, ha? Mi van a magától csak... csukodó csoda ablakkal? A nő fellibbent a konyhapultra, bazd meg! A Gavin Express indulásra kész, beszállás emberek. Ugye, neked is szükséged van a pénzre, hogy nekem is ne menjen. Csá! Ne! Kapjátok be! Gavin! 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 Ember! Hello, Sarah! Eszünk valamit? Ó, bazd meg. Nézd csak, Mia. Megkeresem Nazirt. Mi csak kimentünk a kávézóba pár percre. Én akkor sem. Szóval... Én nem értem meg, mit akar tőle. Csak 5 percre mentünk ki. Lezártuk az egész kórházat. Úgy gondoljuk, hogy itt van már meg. A lányunk beteg. Igen, tudom, nyugalom, megtaláljuk. Baja esett. Mit tesznek azért, tudom, hogy meglegyen a lányunk? Meg. Debra! Itt nincs Deb. Áram, óvatosan. Deb! Debra! Miért? Miért vitt el magával? Ki az a lány? Tiszta. Nem tudom, mikor áthoztuk az intenzívről, látta a lányt és súgott neki valamit. Erre tiszta a terem. Mi volt ez? Nézzük meg! Okay. Átkozott interferencia. Nincs ott haver, már szétnézünk. És csak most szólsz, köcsög.
Debra. Debra. Debra, mondja, hall engem? Kérem, most figyeljen rám, rendben? Tudom, hogy barátok. És bármikor meglátogathatja, ha akarja. Érti, Debra? De el kell engednie a kezét. Debra, kérem, engedje el a kezét. Bármikor találkozhatnak. Jól van. Ez az. Köszönöm, hogy kihozott onnan, én csak... Csak nem akarok erről ott bent beszélni. Igen, megáldom az anyját, olajjal. De az ördögűzés, a tudományos fantasztikum területe szerint. Én is azt hittem, és még most tudom, is talán, de tudom. Nem árthat neki. Tudom. Mindent megpróbáltunk. Igen, értem. Mindent, maga nem is tudja. Sarah, van, amit nem tehetünk meg. De, igen. Biztos ismer valakit, egy régi tanárát, valakit. Muszáj segítenie. Ezt el kell fogadnia. Muszáj, Sarah. Valami szörnyűség történik. Itt valami szörnyűség készül. Érti? Harris, mit keres itt? Az elmúlt néhány napban bejött anyához. Hagyjátok békén. Tudod, beszéltem a múltkori dokumentumfilm antropológia professzorával. Mia vagyok, beszéltünk jó telefonon. Hálás vagyok, hogy időt szakítottál. Sarah, hogy Sarah Logan. Luis az operatőröm. Ahogy igen. Mondtam, egy dokumentumfilmet... Foglaljanak helyet. Próbáltalak megtisztítani a folyóban. A leg észszerűbb magyarázat az egészre, hogy az anyja megszállottja lett a hírhet... Ismert szörnynek, de annyira, hogy D.R.D.-nak hiszi magát. Tisztelettel, uram! Itt többről van szó, érti? Ezért vagyunk itt. Hogy segítsen. Ezzel együtt a hit a lelki parazitákban, több ezer kultúrában elfogadott, számos egyedi változatban. A maszájok, inuitok, ausztrál benszülöttek úgy hiszik, a gyenge elme jó célpont az ártó teremtmények beavatkozásához, melyek gazdát keresnek. A fiatalok és a nagyon idősek a legsérülékenyebbek, és persze a betegek. Mikor a bantukkal éltem, láttam egy fiatal anyát, akit úgy megviselt a fia elvesztése, igen, hogy egy hónapig hurcolta a gyermeke tetemét. Jézusom. Teljesen megőrült. Én próbáltam segíteni, de onnan már nem volt visszaút. Felvette a fiú szokásait, a személyiségét, a hangját. Átalakult. Két hónap múlva tört csak meg az átok. Hogyan tört meg? Egy boszorkány. Jött egy boszorkány. És elégette a fiút. Hamuvá égette. Tűz általi megtisztulás. Hatvanadik nap. Ah.
ezt tennünk. Nem, nem, Debbie. Rosszat sejtek. Louis! Várj már! Várj! Nazir azt mondta, hogy történt valami Harrisszel. Csak nyugalom. Mély levegő. Ez az. Oké, jól van. Jól van. Csak nyugodtan. Oh. Sajnálom, hölgyem, de ki kell mennie. Tudom, bocsánat. Megfogjuk de a lánya vagyok. Tudom, és hálás vagyok maguknak, de csak egy percet könyörgöm. Isten áldja, köszönöm! Apa! Hörség. Apa! De... Igen, mi az? Mondd már! Hallottam. De Jardint hallotta a vonalban. Igen? Igen? Úgy volt. Hogy? Hogy te leszel az ötödik. Megölted, nem igaz? Megölted. Ha? Az anyád tette, Sarah. A nyakára sújtott az ásóval. Istenem, jól van. Élve temettük el. Hová? Hová, Harris? Hová? Gyerünk! Gyerünk! Hölgyem, nem maradhat itt! Hol van? Kísérjük, hölgyem! Harris, kérem! Hol van? Kérem, most jöjjön velünk! Azonnal! Harris! Hölgyem, kérem! Jöjjön velünk! Ki kell jönnie! Sarah, állj meg, kérlek! Várj, most hová megyünk? Megbetegedett és megfertőzte. Mondd el, mit keresel. Ez itt, Laza. De Jardint. Ez kinek az ötlete? Harris mondta neked, ha? Tiszta őrület. Segíts már, rendben! Kérlek, ne! Hol, Sarah, mondd meg, hol ássa? Igen, ott. Itt, pont itt. Köszönöm. Lányok, ez őrület. Gödröt ásunk az erdőben. Vagy segíts, vagy fogd be a szádat! Az alvajárás az erdőben. Csak meg akarta találni. A maradványokat. Vagy a doki. A doki, aki megszállt a francba. Talaj... Itt más, ugye? Tényleg egész az? Laza. Ez az. Köszönöm. De az lehet esőtől, vagy bármi más nedvességtől. Tényleg azt hiszed, hogy egy hulla fekszik itt? Igen, szerintem is felejtsd el. Csak egy öreg zavaros szövege volt egy kórházi ágyon. Nincs itt semmi. Szerintem nem, érted? Szerintem meg igaz. Most komolyan. Holnap reggel máshol is keressük majd. Akkor majd én. Már egy métert ástunk, és nincs itt semmi. Tudom, de azt mondta, itt lesz, talán itt kellett volna. Nem tudom, itt akárhol lehet. Pontosan. Itt tölthetjük az éjszakát. Elegem van, basszus. Nincs itt semmi. Várj. Ez meg mi? Ne. Ne. Istenem. Ilyen nincs. Megelőzöd minket. Ki? Mi? Istenem. Hogy? Anya már járt itt. Friss lábnyomokat keresetek, bármit, ami friss. Hová rejtenétek? Nem tudom. Nyugodj nem meg. Nem tudom. Itt át lehet látni, de tök üres. Bárhol lehet a házban. Sarah, ez nem lehet, nem lehet igaz. Nem fogjátok fel, mit akarok mondani. Mi? Anya volt az, akit megszállt Deyardin, és nem engedik kidobni. Anya mindent a helyén tart, gyűjtöget van. Jó, gyere velem, és most Deyardin átvette az irányítást, és kiásotta vele a saját hulláját. Még ha ott is volt a hulla az erdőben, gondolj már bele! Az évek alatt elporlott, érted? Hiszen elbomlott volna, semmi nem maradt volna belőle. Ott nézd, ott egyszerűen jó, semmi nem maradt belőle. Jó. Bassza meg semmi! Semmi. Gyertek csak. Mi van ott fent? Nem tudom, de jó ideje nem esett. Nem lenne szabad nedvesnek lennie. Az ott friss. Még egy kibaszott padlás. Minden oké? Persze minden. Annyira sajnálom. Ha-ho! Louis, menj előre, nálad van a lámpa. Lószart! Ne hülyülj, tudod, mire számíthatsz, menj már! A fehér ember és a pincei meg a kibaszott padlásai. Atya ég, rohadt bűvös van. Istenem!
Világítanál? Várjatok egy kicsit, de jó ég. Jézus, mi ez a sok szemét? Ezt látnotok kell. Mi ez a trutyi? Fogalmam sincs, de ne tapizd. Az meg mi? Óvatosan. Beszorult. Jézusom. Valami büdös. Istenem. Jó ég. Istenem, ezt nem bírom ki. Istenem. Na jó. Mi a franc ez? Mi az? Mi az? Mi van benne? Mutasd meg! Te jó ég! Ez egy kibaszott holttes, bazd meg! Én nem bírom. De muszáj, de muszáj! Érek hozzá! Én megteszem! Nem lehetek elég hálás nektek. Ó, Istenem! Menj! Lassan! Lassan! Ó, Istenem! Jó, de most mi legyen ezzel? Mit csinálunk vele? Egyelőre tegyük ide. Mit csináljunk vele? Elégetjük, nem? Dr. Schiffer nem ezt mondta? Nem? Hol? Itt? Igen! Hát egyre jobb lesz ez a nap. Itt egy hulla, basszus. Mi ez? Hallottátok? A francba! Ebben jön a hang. Most meg mit csinálsz? Én most... Mia! Nyugi, várjatok! Istenem, csináltam! Nyugi, el kell égetnünk! Mi is van? Vigyázz a lábadra! Gyerünk! Ez az! Bocsánat, nedvesd már! Ez még nem elég hozzá! Nem öntöttél eleget! Én nyomom! Te nyomom! Most figyelj! Igen! Oké! Meggyulladt! Ez az! Jó van! Lángolj, te köcsög! És most tudjuk el innen! Kifelé! Nyomás! Láttam, hogy ég! Valami kirántotta! Mi a francot keres a házba? Jó vagy? Láttam, ott valami! Hol vagytok? Ti láttátok! Valakit hívnak, jó Isten! Valakinek csörög a mobilja! Halló? Hogy? Istenem, hagyja eltűnt a kórházból! Nem mehetsz vissza! Visszamegyek, muszáj elhoznom! Szara, kérlek! Csinálj meg valamit, beszélj meg, kérlek! Magunkkal kell vinnünk a maradványokat. Letépte a pántokat, érted? Kint van! Bassza meg! Nazir, mi az Isten történt? Szara, kérem, ne menjen be! Szara, ne menjen be! Hagyjon, engedd békén, ereszed el az úrból! Ó, Istenem! Az meg mi? Azonnal lent vagyok. Lent az egyik biztonsági őr anafilaxiás sokban van. Nem, maradjon itt! Azonnal miért? Nazir, mi történt? Kígyómarás! Nem juthatott messzire. Lószar az egész! Nézzel. Nem tesznek meg mindent, amit lehet! Nyugodjon csak meg. Ezt hajtogatják! Mindenki azt mondja, hogy mindjárt megtesz, ugye? Nyugodjon. Ki az, aki tud is valamit? Mondja már meg! Keressék meg! Tudni akarom, hogy mi történt. Hol van a lányom?
segíts nekem, kérlek, bárhogy akar. Értesítettek, hogy elloptak egy 2004-es korollát a parkolóból. Szerintem a Monika azt tart. Oda megyünk és előkerüljük. Minden gyermes. Én elvesz maradok, ígérem. Jó, akkor követlek. Be kell fejeznie a szertartást, az ötödik lány. Csak egy helyre mehetett, a bányákhoz. A Monika malomhoz tart. Kere az ötödik, vele lesz teljes a szertartás? Őt választotta, nem? Megtöltöm a fiolákat, amiket Nazir adott. Ott a kocsi. Gyalog ment tovább. Szálljanak be! A túloldalon van egy erdei út, fényig felvisz a hegyre. Ott meglephetjük őket. Vigyelem! Kapaszkodj! Ez egy szervízút. Ezen eljutunk a malomhoz. Erősítést kérek a Vörös folyó útjához. Északra tartunk. Ott vannak, ott vannak! Legyetek óvatosak. Mindenki maradjon itt! Sheriff bízik bennem? Igen. Van nálam erős nyugtató. Ha lefogják Debbie-t, beadom. Jól van, neki. Maradjon hátra, mögöttem, okay, de hátra, álljon hátra, készen. Okay. Igen. Okay. Üdv, Mrs. Logan! Óvatosan, Linda! Hall engem? Szeretném, ha tudná, hogy itt vagyunk. Nehogy megijedjen, segíteni akarunk. Deb? Te is látod? Deb, hall engem? Én vagyok, Linda. Anya! Semmi hirtelen mozdulat. Eressz el a kislányt, asszonyom. Kérem, most forduljon meg nagyon lassan, jó? Kara, drágám. Jól vagy, Kara? Kara, megsérültél? Oh, ne bántsák. Ő nagyon kedves. Jól van, Deb. Megtisztít majd a folyó. Debra, kérem. Ne bántsák. Ő nagyon kedves. Most szépen lemegyünk a hegyről, rendben? Semmi hirtelen mozdulat, emberek. Ne bántsák. Szépen lassan. Ő nagyon kedves. Óvatosan. Mindent lassan csinálunk majd, rendben? Ne bántsák. Most megfogom a kezét, de minden rendben? Megvan? Megtisztít majd a folyóban. Nagyon jó, remek. Minden rendben van, ez az. Ő nagyon kedves. Rendben. Megtisztít majd a folyóban. Kérem, ne mozduljon, csak nyugalom. Ne bántsák. Ugye, túlélni, ugye, jó? Rendben, van. Utána megyek. Várjon, de mi lesz? Kell valaki, aki leviszi őt a hegyre. Én biztos nem megyek le. Nem. Jó, ültesse be a kocsiba és vigyele. Louis, neked kell menned, Neked elment az eszed? Sajnálom, én nem hagyom itt Sarah-t és a kislány. Te semmiből nem tanulsz? Ültesse be a kocsiba és vigyele. Jó, tessék, itt van. Vigyázz magadra, Louis, óvatosan. Gyerünk, gyerünk, erre menjünk. Anya! Kara, drágám, hallasz minket? Kara! Haladjunk gyorsabban, gyerünk a malomhoz itt lesz, nem lesz messze, kell. Gyerünk! Jövök már, jövök! Kara! Ssss, hallasz valamit? Csendet! Semmi. Hallom a folyót, menjünk! Sarah, várj meg! Anya! Mia, kérem, világítson, jobbra világítson! Jézusom, ez a Vörös folyó a dokumentumfilmből. Oh. Mia, világítson! Ott a malom! Minden véres és lábnyomok. Anyukád volt az. De bármi is ez mindjárt vége. Ne, Tweed! Maradj itt, én pedig kihozom, rendben? Kihozom Debrát. Vigyázz magadra, jó? Jól vagy, Mia? Hazudtam, Sarah. Az elején hazudtam nektek a nagyapámról. Magasról teszek rá, most itt Sarah! Sarah, drágám! Sarah, merre vagy? Te látsz valamit? Álljon meg! Linda! 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 Itt vagyunk, Linda! A francba!
jó? Le kell higgadnod, érted? És ha eltévedünk, hogyan jutunk ki? Mi ez? Mi van a fényjel? Nyugi, Mia! Átadom a kamerát. Istenem! Rendben, nyugodj meg, képes vagy rá, mert... Add a kamerát! Gyerünk! Igen! Ez az, megvan! Sara! Megyek már! Hol vagy? Ne hagyj itt, Sara! Ne hagyj itt! Itt vagyok! Ott vannak! Sara! Ne! Meg fog halni, Mia! Add ide! Megyek én! Add azt a kamerát! Ne és semmihez, vagy beomlik az egész! Francba! Basszusod bent! Vedd, Sara, a lámpa, tessék! Ne! Gyakorj meg, te rohadék! Csak mász tovább! Nekem nem megy! Ne érj hozzá! Nyugalom, maradj, Mia! Figyelj! Muszáj benyugtatóznunk valahogy. Le fogom tepelni, hogyha bejutok. Kiszáll anyából, akkor gyenge lesz, ugye? Ugye? Igen. Akkor elégetjük a csontjait, ahogy Dr. Schiffer mondta. Vége lesz, érted? Te felhezkáráért, érted? Szedd össze magad! Ezt te most kapcsolj le, különben megállt. Nem tudom, hogy kell. Add csak ide. Köszönöm, Mia. Anya! Anya! Hallgass! Nem tudom. Jól van. Sara, ne. Okay. Jól van, anya, itt vagyok. Ne. Anya, kérlek! Anya, kérlek! Anya, kérlek! Harcolj vele!
mindig legyen mögötted. Figyelj, Anna, megszabadulunk ettől a rohadéktól, itt és most. Te megér, oké? Egyszer már megpróbáltuk. De nem itt, ugye, anya? Aki elrabolta Karaminettit az exumai városi kórházból és hajtóvadászatra késztette a helyi rendőrséget. A rákos beteg Karaminetti a ma estét már kényelemben tölti egy kórházi ágyban egy szörnyű emberrablásos eset után, amely a sheriff halálához vezetett, és melynek során többen életveszélyesen megsérültek a rendőrség és a kórház alkalmazottai közül. Most kaptuk a hírt, hogy Debra Logent egészségügyileg alkalmatlannak találták arra, hogy vádat emeljenek ellene Linda Tweed sheriff meggyilkolásának ügyében. Logan egészségügyi állapota nagyon megromlott az eltelt hónapokban, és képtelen a rendes beszédre vagy kommunikációra. Nos, a Minetti ház előtt állok. Igen, itt lakik a 10 éves kis Kara, aki különleges születésnapot ünnepel, és jó oka van rá, teljesen felépült a leukémiából. Többek szerint ez igazi csoda. Igen. A születésnapját ünnepeljük, már tovább léptünk, és Kara boldog. Tehát ünnepelünk. Igen. Ezt választanád, vagy a kórházi? Ó, jó ég! Okay. Ne vágj neki, nem olyan tudom, nagy szeretet! Már untam a kórházi ételt. És mivel szeretnéd tölteni a felnőtt korodat? Nem tudom. Nem tudod? Nem. Hát akkor tervezd el. Már van tervem. Tényleg? És mi az? Most még titok. Ó, nos, köszönjük, hogy vendégül láttál a csodás partidon, drágám. Szívesen. Egy kivételes, 10 éves kislány egészséges és boldog arcát látják, akinek hihetetlen története csodálatos véget ért. Ördögűzés. Debra Logan története. Magyar hangok. Menszátor Magdolna, Spilák Klára, Cető Roland, Varga Gábor, Bűmanita, Törköly Levente, Mohácsi Nóra, Agócs Judit, Kajtár Róbert. Magyar szöveg Laki Mihály, hangmérnök Hollósi Péter, gyártásvezető Németh Tamás, szinkronrendező Kis Lajos. A szinkron az ADR Service Kft. Megbízásából az SDI Media Hungary stúdiójában készült. Produkciós vezető Szép Erzsébet. Forgalmazza az ADR Service Kft.